Lábhoz. Lábhoz. Jön. Okos vagy. Okos vagy. Tofit is lehoztuk ide az utcára. Ugye most először még csak úgy gyakorlok, hogy nem látja az autókat, csak hallja. Ez a sövény vizuálisan takarja az autókat. Lábhoz. Tehát valamennyire közel van az autókhoz, lábhoz, de mégis távol. Talán van egy ilyen nóta is, hogy na mindegy, nótában nem vagyok jó. Na, tehát a lényeg, hogy itt a sövény kitakarja az autókat, hallja őket, zümmögnek, zörögnek, ül, újraindítás, mert elrontotta a hölgy, fekszik, annak is egy más hangja van, fekszik, mint egy fekszik működő autónak, lábhoz, lábhoz, okos vagy, gyere, gyere barátom. Ugye a Tofin áll, lábhoz, egy nagyon dinamikus kutya, nála csak a féket kell nyomni, gázt nem nagyon kell neki adni. Egy olyan Forma 1-es autó, illetve kutya, lábhoz, ahol tényleg csak a féket kell taposni. Tehát magyarán szólva olyan kontrollert kell tartani a kutyát olyan ösztönállapotba, ahol még kezelhető ül. Ez lesz a fekszik, ez lesz a tulajdonosnak is majd a nehéz fekszik, hogy ne hagyja a kutyát kirobbanni, ül ebből az állapotából, de hát majd amikor eljön hozzánk az átadásra, akkor ezeket át fogjuk beszélni, megbeszéljük, hogy mik voltak a tapasztalatok a kutyával. Fekszik, fekszik, hozzám, ül, lábhoz, ül, nagyon ügyes vagy, lábhoz, és akkor föl lesz vértezve azzal a tudással, hogy majd tudja irányítani, vezetni ezt a kutyát. Ül, hát nem lesz neki könnyű, és azt elárulom, hogy folyamatos tréning fog kelleni ennek a kutyának, tehát folyamatosan karban kell tartani ezeket a tanultakat, mert különben ez másképp nem megy. Ez egészen jól működik most már a kutyának, hogy ki fogok menni egy olyan helyre, ahol már látja majd vizuálisan az autókat, és mellette fognak elmenni az autók, még jobban terheljük az idegrendszerét, hogy megszokja ezt a fajta városi helyzetet. Kihoztam ide az út szélére Tofit. Már lehet látni, hogy már nem annyira nyugodtan viselkedik, mint ott, ahol a sövény takartja ki a... Na még egyszer! Takarta ki a sövény az autókat, lábhoz. Valamikor nem tudok beszélni. Nem tudom, mi az oka ennek. Lehet, hogy kellene innom egy kis pálinkát, vagy valami. Ül. Fekszik ilyenkor. Hopp, itt egy busz is. Ül. Ez pont jól jön nekünk. Kék is, meg nagy is. Ül. Ül a Tofi. Okos vagy, ül. Tehát még egyszer, ugye már lehet látni, hogy kapkodja a fejét a kutya. Úgyhogy egy kicsit nagyobb terhelést kap. Ül. Jele. Mindjárt feszülten viselkedik, de hát azért ez egy eléggé jó kis forgalmi helyzet. Gyerek, babakocsi, busz, van itt minden. Csak még egy helikopter vagy egy harckocsi. Na, harckocsi az ne jöjjön, helikopter az jöhetne. Lábhoz, Tofikám, gyere! Lábhoz! Tehát még azért tudunk a kutyának nyújtani, fekszik, olyan helyzetet, amikor szétesik, fekszik volt, okos vagy, ül. Lábhoz. Lábhoz. Még egy jó párszor el kell hoznunk ilyen helyekre ezt a kutyát. Lábhoz. Hogy erősítsük az idegrendszerét. Ül. Ül. Jön egy motoros, jó nagy hangja van. Motorosokat szeressük. Minden motoros jó ember. Lábhoz. Lábhoz. Na, tehát egy csomószor le kell hoznunk még ezt a kutyát, hogy erősítsük az idegrendszerét, megszokja ezt a... Üljél-e szépen? Megszokja itt a forgalmat, ül. Úgyhogy most ki is viszem ebből a szituból, könnyítünk neki a helyzeten. Aztán holnap újra megpróbáljuk, és akkor megint üljél-e szépen? Megint belevisszük a kutyát a sűrűjébe.